Több tucat nő fordult meg Curtis ágyában. Úgy tűnik, csupán egy futókaland volt Curtis életében az a sportolónő, akivel az egyik heti lap kapta lencse végre. Curtis ugyanis a csütörtökön megjelenő Hot magazinnek elárulta. Egymásnak adják a kilincset nála a nők. Ha igaz, amit mond, akkor az elmúlt hónapban több tucat nő fordulhatott meg nála. Rengeteget dolgozom, nyilván ez kevésbé érdekes, mint az, hogy pár napja lefotóztak valakivel. Felhajtást csináltak belőle feleslegesen. Tőlem két naponta más megy ki a bejárati ajtón. Árulta el a Hotnak Curtis, aki úgy tűnik nem enged az álmaiból, akármilyen árat is fizet érte. Ennek tükrében különösen érdekes, hogy a Hotnak együtt adott interjú gyermekanyjával. Krisztit szeretem, felnézek rá, a kisfiamat, aki egy csoda, imádom, de nem tudok mindent úgy tenni, ahogy a feleségem szeretné. Meg kellene változnom, de az már nem én lennék, tette hozzá a rapper. Curtis hosszú hallgatás után törte meg a csendet, hiszen eddig Krista oldaláról hallhattuk a szakításuk történetet, ám most együtt vallottak az elmúlt hónapok nehézségeiről. Attiláról él egy kép az emberekben, ő lett az ügyeletes rossz fiú. Ennek nyilván komoly előzményei vannak, hogy csak egyet említsek, a drogbotrány. Azonban, ha közelebbről megismerjük őt, egy egészen más világ tárul elénk. Érdekes kettősség van benne, egyrésztről még útkeresésben van, másrésztről viszont határozott tervekkel, célokkal magabiztosan halad előre. Rendkívül szimpatikus volt, hogy az interjú alatt nem is más volt, nem próbálta szépíteni az egykor ideg valóságot. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.